Veresdéhez való kötődésem már kiskoromban, fiatalkoromban kialakult, mert szüleimnek sikerült venni egy saját horgászhelyet, stéget és kisbódét a Csupic-szigeten, az Eresdi egyik holtágán, szigetcsépen, ahol minden nyarat, nyári szabadságot, mindent ott töltöttünk, úgyhogy nagyon sok kedves emlék fűződik oda. Ott tanultunk meg sügerezni a stégek alatt, kishallal, süllőzni, az összes szívószál, úszós, keszegezés, mindent, amit egy fiatal horgásznak meg kell tanulni, édesapám révén azokat ott tanultam meg. Majd idővel, amikor már belekóstoltam a bojlizás világába, tavakon, egyéb más vizeken, akkor elkezdtem ott is bojlis technikával, de kukoricával horgászni, és 2015-6 környékén egyszer csak éjszaka egy bitangpontyot sikerült fognom, szintén fűzött kukoricával. Legendákat hallottunk már akkoriban, Dani barátomat is például itt ismertem meg a szigetcsépen, és már hallottunk olyanokat, hogy fogtak 17 kilós pontyot, meg 12 kilós pontyot, amit valahogy senki nem látott, és ezek ilyen legendák voltak. De ott sikerült egy 15 kiló fölötti pontyot megszákolnom, ami hatalmas siker volt a 2-3-4 kilós pontyok után. 2010-től már jártam bojlis vizekre horgászni, de az nem ugyanaz, mint egy 70-80 centis vízű holtákban bojlizni. Így a kiválasztott csalival, ugye elkezdtem a következő évtől folyamatosan csak bojlival horgászni. Majd jöttek a meglepetések. Jöttek az eredmények is, mert már szinte minden alkalommal, amikor lementem horgászni, már 5 kiló fölött, 5 és 8 kiló fölötti pontyokat sikerült fogni, ami kiskorom óta marha nagy sikernek számított ebben a kis holtákban. És például reggelre nem volt rajta csali. Fogalmam se volt, hogy mi történt, hogy nincs rajta csali, mert a tavakon ilyen nem történt. És itt például ennek utána járva ismertem meg a Tiszavári Gergőt, akivel fölvéve a kapcsolatot, hogy a bojlit is gyártott, ő már mondta, hogy fogott 20 kiló fölötti pontyot az RSD-ből, na hát itt persze azonnal én is vérszemet kaptam, és nekem is kell fogni egy 20 kiló fölötti pontyot, de hát ugye a következő évtől megszüntették a horgászatot, úgyhogy újra kellett gondolnom mindent, utána jártam a dolgoknak, és Jankovics Krisztiánnak a videóját megnézve nullás híthoz vettem az irányt. Június elején sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magamnak, átlépni a 20 kilós álomhatárt, és sikerült fognom egy 20,4 kg-os pontyot, aminek rettenetesen örültem, hiszen az előző évben Gergőt megismerve tűztem ki magamnak azt a célt, hogy egy 20 kilónál fölötti, vagy 20 kilónál nagyobb pontyot sikerüljön fognom az RSD-ből. Mivel hogy az ívásra való felkészülés miatt a pontyok itt nagy számban összegyűlnek, vagy gyűltek ezen a M0-ás szakaszon, így a következő évet is ott folytattam, ahol szintén sikerült átlépni a 20 kilós álomhatárt, kétszer is egy 22 kilós pontja, egy 21 kilós pontja. Az egyik horgászat alkalmával a parton találkoztam Jankovics Krisztiánnal, ahol egy jó ízű beszélgetés után csatlakozhattam én is a Fédermánia csapatához, és nagy büszkeséggel töltött el, hogy az eddig szerzett tapasztalataimat a csapat tagjaként kamatoztathattam. Innentől kezdve már a Venom Bojlik tesztelésében is részt vehettem, ami számomra külön öröm volt. És az RSD-n megszerzett tapasztalatok párosulva egy jó csalival sorra hozták a szebbnél szebb eredményeket. Így 2022-ben, ha jól emlékszem, sikerült átlépni a 25 kilós álomhatárt egy 26,5 kilós pontja. Hát az hatalmas öröm volt.
Ugye egyre jobban kiismerve az RSD alsó szakaszát és a pontyok vándorlását, hála az égnek egyre több rekordlistás halat sikerült fognom. Reméljük, hogy ez a tendencia nem szakad meg, és a továbbiakban is tudok nektek mutatni szebbnél szebb pontyokat. Sanyival ellentétben én 2019. szeptemberében jártam először az RSD-n, ugye mivel én felvidéki vagyok, ebből adódóan nem igazán volt lehetőségem ellátogatni erre a vízterületre, és pergetni jöttem először a Szigethalmi hídhoz, és ott sikerült jó pár szebb csukát így az első pár alkalommal fognom. Viszont egy dolog szinte teljes mértékben így beleivódott az agyamba, mégpedig az, hogy ez egy brutális, gyönyörű vízterület, így már akkor tudtam, hogy nem csak csukázni, de pontyozni is majd egykor vissza szeretnék jönni ide. És hát erre tavaly szeptemberben volt először úgymond lehetőségem. Sanyi barátommal megismerkedtem körülbelül ilyen április végén, május elején nagyjából, és ő mondta, hogy ő már nagyon régóta, tényleg gyerekkora óta rengeteget horgászik az RSD-n. Így kapóra jött ugye az ismeretség Sanyival, nagyon sok hasznos információt tudtam meg tőle, és neki köszönhetem azt, hogy az első pontjainat meg tudtam ugye az RSD-n fogni. Legelőször szeptember végén látogattunk el Dömsödre, és ott volt az első hétvégi pecám, péntektől vasárnap délelőttig, és ez volt az utolsó szikra ahhoz, hogy tényleg a szerelmem az RSD iránt ez így fellángoljon, és azóta rengetegszer Sanyival, illetve közös barátunkkal, Dani társaságában járunk el horgászni. Tudtad, hogy a Fish Surfing közössége nem csak Magyarországon, de Európa szerte is az egyik legnagyobb online horgász közösség? Ezt is bizonyítja az, hogy Magyarországon több mint 50 ezer aktív felhasználója van. Ezért csatlakoztam én is a Fish Surfing magyarországi csapatához nagykövetként. Ha te is tagja szeretnél lenni ennek a közösségnek, akkor irányozz Apple vagy Google áruházak, és töltsd le az új 2.0-as applikációt, amely most modern, felhasználóbarát köntösbe bújtattunk, így te is gyorsabban tudsz információhoz jutni, és természetesen megosztani a saját fogásaidat is. Új modulok is elérhetőek, mint például a fórum, ahol a saját véleményedet is megoszthatod, kérdéseket tehetsz fel különböző témákkal kapcsolatban. És hogy nem csak a mobilod segítségével tud elérni a Fish Surfing közösségét, ezért a weben keresztül is ezt megteheted, úgyhogy csatlakozz te is hozzánk! Nagyon vártam a 2024-es RSD-s horgászatot. Már elég korán, januárban, februárban Denisszel egy párszor leugrottunk egy napközbeni pecára. Ugye ilyenkor még nem lehet éjszaka horgászni. Hát konkrétan nem fogtunk semmit, de nem adtuk fel, úgyhogy folytattuk tovább a helykereséseket. Március elején Dani barátommal sikerült megvásárolni egy saját helyet, egy saját stéget a Somlyó-sziget elején, ahol az első
hosszú hétvégés, március 15-i hosszú hétvégés peca elég jól sikerült, mert sikerült fognom egy 23 kiló fölötti pontyot, azt hiszem, ha jól emlékszem, 23,2 kg volt, amihez hozzátartozik, hogy nagyon vicces volt a kapás pillanata, mert kint álltunk Donival a stégen, már sötét volt, 8 óra már elmúlt, és legugoltam a botokhoz, megsimogattam a botokat, hogy csak kérlek Istenem, azt a gyönyörű szép nagy halat hoz ki nekem, vagy hozzátok ki nekem, és abban a pillanatban megszólalt a jelző, Bobbin elindult előre, és egy 23,2-es pont lett a vége, úgyhogy ameddig ezt élünk, nem felejtjük el. Sziasztok! Itt vagyunk Dani barátommal az RSD-n, hosszú hétvégére érkeztünk. Ez a második éjszaka, és hát nagyon rettenetesen boldog vagyok, mert sikerült egy 20 fölötti halat fognom, pontyot. Pontos súlya az 23.200 gram, úgyhogy az örömöm az határtalan. Úgyhogy egyszer 24 mm-es BCN plusz bojlira érkezett, három szemetetéssel. Úgyhogy ezt a halat most meg is mutatom nektek. Ez az első kapásom. Tegnap éjszaka az sajnos nem adott semmit, de semmit sem bánok. Dani abban a pillanatban szaladt és simogatta a botokat, hogy hát ha ez még egyszer megismétlődik, de nem. Következő horgászatunk az a húsvéti hosszú hétvégére időzítettük. A szokatlan, vagyis hogy nagyon meleg időjárás miatt gyerekeimet is elhoztam, úgyhogy egy családias hangulatú, nagyon jó kis hétvége volt. Az első fürdést így a kislányom meg is ejtette az évben, mert sikeresen beleesett egy fűszfáról, ahol a kisfiam megmentette őt. Na, de ezt félretéve, szokatlan meleg időjárás ellenére a pontyok kapókedvüknél voltak, úgyhogy reggeli órákban sikerült fognom egy 19,1 kg-os pontyot, aminek ugye az érdekessége, hogy a gyerekek is itt voltak, és ők is szemtanúi voltak ennek a gyönyörű halnak. Denis, amikor videózta a kislányom, ott volt mellettem, úgyhogy ez kifejezetten örültem ennek a halnak. Az üres éjszaka után a hajnali órákban megcsippant a jelzőm, majd egy komótos húzós kapással jelentkezett ez a 18 pluszos gyönyörű kis dunai pony. Egyszer 24 mm-es bojlira érkezett, amiben csak PVA volt mellette két szem lerakva. Ez most a második éjszakánk, és ez az első jónak nevezhető halam. De ezt meg is mutatom nektek. Gyönyörű szép ponty. Nagy hasából látszik, hogy már zívásra készülődnek. Hatalmas szája van. Testsúlyához képest ez a száj, ez brutális. Hosszú RSD-s horgászatunk első hala. Tegnap akkora szél, eső, vihar volt, hogy már nem tudtunk behúzni. Igaz, Dani fogadta egy gyönyörű 20 feletti pontyot,
míg mi Sanyival ide értünk tegnap este. A péntek reggel van, úgyhogy a húsvéti hosszú hétvégés horgászat megkezdődött. Behúzás után röpke másfél órával elhúzta ez a 11-12 kg körüli pikkelyes az első idei halam. Az első idei halam az RSD-ből. Egy szem 16 mm-es BCN tettem fel, és mellé fűztem PVA szalagra három szem ugyanilyen méretű csalit. Ez hozta meg ezt a gyönyörű tövest. Majd másnap, szintén reggeli órákban, Denisnek is sikerült fogni egy 18 feletti pontyot, ami szintén chipmentes volt. Hosszú csippanás nélküli éjszaka után reggel Sanyék átjöttek kávézni. Lassan elkezdte visszaejteni a bobinomat, és azt hittem, hogy keszeg. De hát egy nagy keszeg lett belőle, amit úgy hívnak, hogy ponty. Egy darab 21 mm-es BCN, ahogy én szoktam, mindig PVA szalagra felfűzve három darab boily mellé. Úgyhogy az idei legnagyobb pontyom meg is van az RSD-ből eddig. Gyönyörű töves. És agresszív. Azért 16 kiló talán már van benne, lehet 17 is. Gyönyörű. Köszönöm, Eresti. Köszönöm. Denis, neked már a harmadik hitelesített hala volt, amit halőrök által ugye hitelesítettek, és itt szeretném is megköszönni a halőröknek a segítőkész és korrekt munkájukat. Ugye ezen a hétvégén nagyon magas volt a hőmérséklet, már simán 20-25 fölötti, vagy fok fölötti hőmérséklet volt. A víz is közel volt már a 17-18 fokhoz, így a halak intenzívebbek voltak, úgyhogy több 10 és 15 kiló közötti pontyot is sikerült fogni. Fogtam egy ilyen 12 kiló körüli pontyot, amiben az a lényeg, hogy reggel 8 óra környékén volt egy picike húzás, picike ejtés, és abba is maradt az egész, majd az esti frissítésnél derült ki, hogy ez a ponty azóta rajta volt. Csak éppen a szerelékem elakadt egy tartásban, ahonnan sikeresen ki tudtuk szabadítani, és az a gyönyörű, hibátlan ráckevély pikkelyes volt a végén. Ha engedi, meg is mutatom nektek. Ez az. Gyönyörű, szép tavaszi halacska. Csengei vágya. Kicsit gyere hátrébb, barát. Úgy. Simogasd meg. Köszönd meg neki, hogy jött nekünk. Ügyes vagy. Szia! Szia! Szia, Poncsi!
Aztán jött a húsvét utáni hidegfront, és ez annyira erőteljes volt ez a hidegfront, hogy visszahűlt a víz 11-12 fokra, ami úgy megállította a halak kapókedvét, hogy hétvégéken keresztül szinte kapás nélkül ültünk az RSD partján. Ebben az ívási időszakban a halak előszeretettel mennek a felső szakaszra, ott több öböl és kis holtág, ahol le tudnak ívni, de viszont, hogy megépítették a tasi turbinát, így sokkal erősebb lett a vízfolyása, ezáltal a horgászat is sokkal nehezebb lett ott. És én inkább úgy gondoltam, hogy az alsó szakaszon próbálkozok tovább a halfogással. Mint például a nullás hídnál, ahol egy 70 méter széles részen folyik át ugyanaz a vízmennyiség. Így a sodrás az nagyon felgyorsult, és persze a nyárfaszősz, illetve ez a hosszú zöld moszat felrakódik a zsinórra, így ez rendkívül megnehezíti a horgászatot. Így pont ezekből az okokból kifolyólag szerettem volna az alsó szakaszon horgászni. Így a következő túrára, április elejére a feleségem kísérte el. Erősen visszahűlt a víz, így számítottam arra, hogy nem sok kapásunk lesz, de azért bíztam egy jó halban, ami szerencsére sikerült, úgyhogy egy 21,9 kg-os pontyot sikerült fognom, amit a feleségem segítségével le tudtunk videózni, illetve fényképezni. Újra itt az RSD-n, 4. hó 8. vagy 7-e van. Újra sikerült fogni egy 25-i pontyot. Hála az égnek, nagyon örülök neki. Most voltak itt éppen a halőrök, úgyhogy még se tudtuk szerencsétlenül kamerázni, mert éjszaka nem volt kedvem. Úgyhogy ezt a halat most megmutatom nektek. 89 centi hosszú, 1x24 mm-es BCM plusz bojlira jött hatalmas farokkal. Gyönyörű szép hal. Nagyon izgult, mert ez volt az első olyan fotózása, amit a nagy közönség is láthat, de nagyon ügyes volt. Ennek a pontnak az érdekessége az volt, hogy csapattársam Siket Mártin már háromszor fogta meg, 2022-ben fogta meg először, akkor 26,8 kg volt, majd valamiért folyamatosan csökkent a súlya. Utolsó alkalommal 23 elején, ha jól emlékszem, fogta meg, akkor már csak 23 kg volt. Majd ugye most 24 év elején fogtam meg én 21,1 kg-mal, tehát több mint 5 kg-ot fogyott ez a gyönyörű szép ponty. Ami miatt egy kicsit csalódott voltam, de rendkívül örültem, hogy egy ilyen gyönyörű matuzsálemet sikerült megfognom. Horgáztam már Dömsödön, Szigetcsépen, a Somlyó-szigeten, tehát folyamatosan lényegében megyünk a halak után. Amit Sanyitól, illetve a srácoktól és Krisztiántól is megtanultam, az az, hogy az RSD-n egy bazi nagy púpot is etethetsz akármilyen csaliból, nem fogod tudni a pontyokat megtartani egy helyen, ezért érdemes figyelni a horgászat előtti napokban, hetekben, melyik az a vízterület, ahonnan fogják a halakat. Rengetegszer, amikor lent voltunk horgászni, volt rá példa, hogy mi nem fogtunk például péntek éjszaka, nem volt egy kapásunk sem, de hallottuk azt, hogy tőlünk lejjebb egy kilométerre, vagy másfél kilométerre fogtak szép halakat, és odaért a halraj úgymond a következő éjszakára elénk, és nekünk is sikerült halakat fognunk. Úgyhogy bármennyit is etett az ember,
az nem fog eredményre vezetni, hogyha az a cél, hogy megtartsd a halat. Persze jön a halra egy-két pontyot, le lehet csípni róla, de itt ez nem célra vezető. Ebből az egy-két halból, amit ugye nagy etetéssel, most függetlenül attól, hogy az kukorica pellet, tigris magyaró, boily, tök mindegy, de hogy egy pár pontyot ugye le tud az ember csípni, viszont egy-egy súlyban itt kisebb halakat fogni az ember. Ha tudatosan akar egy kicsit horgászni valaki, és nagyobb halakat szeretne fogni, akkor tényleg le kell radikálisan csökkenteni az etetett boily mennyiségét. Nem is etetésnek hívjuk lényegében, mert csak pár szem boilyt PVA szalagra felfűzünk, és azt tesszük a horog mellé, a horogcsali mellé, hogy tényleg nagyon koncentráltan ott legyen az a pár szem csali, és ha odaérkezik a hal, odaérkezik a ponty, akkor nagy százalékban az egy-kettő csali, amit ő felszippant, az között legyen a mi horgunk is, így nagy százalékban növeljük az esélyünket arra, hogy megfogjuk a nagyobb halakat. Erre bizonyíték az is, hogy rengeteg olyan víz alatti pontyos felvételt láttam, ahol nagy etetést készítettek a felvételt készítők, illetve boilyval, kukoricával, tigris magyaróval, tehát így vegyesen mindent oda küldtek ilyen kis púp-szerűen a halak elé, és a kisebb halak azok rendszerességgel, rövid idő alatt visszalátogattak, vagy hosszabb ideig ott voltak az etetésen. Egyszer-kétszer, ha megjelent az etetésen egy nagy matuzsálem ponty, akkor az nem ott volt és túrta és addig elett, amíg jól nem lakott, hanem odaérkezett az etetésre, felszívott egy csalit, esetleg még egyet, és odébb ment. És ezt a kevés mennyiségű táplálkozást, amit ezek a nagyobb pontyok végeznek, ez igaz volt nem csak egy nagyobb testű halra, hanem többre is. És én is arra a következtetésre jutottam, hogy akkor ezt ki kéne próbálni, hogy tényleg nagyon kevés etetett boilyt teszünk a horog mellé, mert akkor nagyobb valószínűséggel fogja felszippantani az az egy-kettő csali közül a ponty, amihez mi oda tettük ugye a horgunkat.